Baba Bászó traktátus 28-as lapja következik, és ezzel el is kezdjük a harmadik fejezetet, a fejezet Cheska Sabbatim, a birtok, elbirtoklás, a hazoka, a status quo általi elbirtoklás témájáról beszél. Jelenleg arról, hogy ha valaki egy bizonyos időn túl birtokol egy ingatlant, egy területet, akkor az egy kellő indikáció ahhoz, hogy az az övé legyen, azt az ő tulajdonának tekintsük. Abban az esetben, hogyha a vele szemben álló felperes, aki azt állítja, hogy ez az ő ingatlana, nem tud valamilyen érdemi bizonyítékot felhozni. Az első misna arról fog beszélni, hogy különböző típusú ingatlanoknál más-más idősáv, időtáv az, ami az elbirtoklást eredményezi a használattól függően. Heszkesze Batimába időszvási hívám, mert időszvási hívhelyez a lakóingatlanok, a barlangok, a sziklák, a gödrök, a galambfészkek, a merchacois, a fürdők, a beisabadim, a oliva, présházak, a beisaslochim, és az öntözött területek, a vadin és a szolgák, és minden más olyan ingatlan, amelyik folyamatosan hoz hozamot, folyamatosan terem termést és gyümölcsöt, és ez kasszum salisani mi emlőjön, ezeknek a hazakaja az elbirtokláshoz szükséges státuszkónak az időtávja, az pontosan 3 év naptól napig számítva. Itt ugye a szolgák, az kilóg a sorból, itt ez nem a szó szerint vett ingatlan, mégis tudjuk azt, hogy a talmudi jogban a szolgákat az ingatlanhoz hasonlítja sok tekintetben. Ez tehát az első típus. Ez deabál, haszkoszan, salaisanin, de azok a földek, földterületek, amelyek nem öntözött földterületek, hanem a esővízre hagyatkozó területek, annak 3 év ugyan a elbirtoklás időtávja, de én nem jön, viszont nem naptól napig számítva, hanem hogyan. Ebismol szerint az első év végéből elég 3 hónap, az harmadik év elejéből elég 3 hónap, és középről 12 hónap. Nyerés bőnyöző a hajlés összesen, tehát 18 hónap. Ebből kivel, hogy mert hajlés bőri sajnál, hajlés bár hajlés, nem az a hajlés bőmce. Elján balsz a hajlés. Ebből kivel szerint pedig elég 1 hónap az első év végén, 1 hónap az utolsó év elején, és 12 hónap a középső évben, tehát az összesen 14 hónap. Hogy miért van ez a különbség az öntözött földterület és az öntözéssel művelt földterület és az esővel művelt földterület között, arról majd vissza fogunk térni a Talmudban. Amarav Ismael, a Medvanim, a Munimizdei Lavan, Ávanimizdei Ilan, azt mondta Rav Ismael, hol igaz az, hogy az esővel öntözött földterületnél ez a szabály, ott, ahol egy gabonaföldről van szó, de ott, ahol egy gyümölcsösről van szó. Ott kaneszesztú asszai, umaszek ez észre, kaneszek kétszai, ott abban az esetben, ha begyűjtötte a szőlőjét, vagy begyűjtötte az oliváját, vagy begyűjtötte a datójáját, akkor attól a pillanattól fogva, haré, hénussal és sanin, az már 3 évnek számít. Idáig tartott a misna, és most a Talmud arra fog rátérni, hogy honnan tudjuk ezt, hogy 3 év az elbirtoklás státuszkójának az időtávja. Amar Rabbi Yochanan, azt mondta Rabbi Yochanan, hogy Máti Mahalchi Usa, hallottam az Usából jövőktől, és a hajó imlim,
Minnáin lechazzok a sölösaim, hogy ők szokták volt mondani, hogy honnan tudjuk, hogy az elbirtoklás időtávja, az 3 év. Mi sőre múlad a öklevős ökör példájából. Másrészt, ha múlt kikint kívánsi nagyek sölés, még ihhez napfeklé, még heszkesz tam, még kamlé, még heszkesz múlt. Ugyanúgy, ahogy az öklenős ökörnél, attól a pillanattól fogva, hogy az ökör 3-szor öklelt, onnan kilép a jámbor ökör státuszkójából, és átlép az öklenős ökör státuszkójába, akkor nem ugyanígy a föld és az ingatlan kapcsán kívül, de akkor is sanin, az valaki fogyasztotta az adott földnek a használt 3 éven át, napfeklemes üszmeihéve, kájmős üszmekeh, onnantól fogva az eladó státuszkójából, birtokából átlép a vevő birtokába. Jí, már sej múed, ád ne gicha, revíz lej mechájev, hacha náme, át szép, át son revíz lej kájmős üszé. Talmud azt mondja, ugye csak, hogy értsük még ugye ezt a példázatot. Ugye a Tóra azt mondja, hogy ha egy ökör felöklel egy másik ökört, akkor hogyha alapvetően ez egy jámbor ökör volt, akkor a kár felét kell, hogy megfizesse az ökör tulajdonosa. Hogyha ez egy közismerten öklelős ökör volt, akkor a teljes kárt kell, hogy megfizesse. Ugye 3 öklés után válik öklelős ökörré, és innen jön ez a példázat, hogy az öklelős ökörnél is 3 az, amitől átlép egy másik státuszba, ugyanígy a földnél is, akkor 3 év legyen, amikor átlép egy másik státuszba. De Tamra azt kérdezi, hogy az öklelős ökörnél 3 év, amikor átlép, vagy 3 öklelés, amikor átlép a másik státuszba, ez azt jelenti, hogy a negyedik öklelésnek válik kötelessé arra, hogy fizessem. Akkor itt a mi esetünkben is úgy kéne legyen, hogy a földnél is a negyedik évben kéne, vagy a negyedik év végén kéne, hogy átlépjen a másik státuszába, a másik birtokába. Miért 3 évet számítunk akkor? Azt mondja, Talmud Achi Hásta, haszam, miki nagással, és neki hőszáve múlt. De idag, kinei nagás, máj lesz áll. Azt mondja, na jó, de ugye mi a helyzet az ökörnél? Ott is ugye az van, hogy a 3 öklelés után ő rögtön öklelős ökörnek számít, de amíg nem öklel még egyszer, addig miért kéne, hogy fizesse? Ha kivende a hatlásson, egy kármilyen is huszél. Viszont itt ugyanígy 3 év után válik az új birtokos státuszába, és az azonnal az ő státuszában van. Tehát itt egyszerűen más az eljárásmód, és azért nem kell megvárni a negyedik évet. Elem által hazaka séni matájne, te habe hazaka allamatnán, ka hazaka séni matájne, én hazaka. Szóval Talmud, na jó, de hogyha hasonlítjuk a elbirtoklás státuszát a öklelős ökör státuszához, akkor ahogy az öklelős ökörnél semmilyen plusz érvelés vagy mögöttes érvelés nem szükséges ahhoz, hogy a státusza megváltozzon az ökörnek, ugyanígy akkor a földnél az ingatlannál se kéne, hogy semmilyen érvelés legyen ahhoz, hogy a elbirtoklást érvényesnek tekintsük. Akkor viszont miért tanultuk azt, hogy minden olyan elbirtoklás, ahol nem tud mit mondani érvelésként a birtokló fél, tehát nem, nincs egy narratívája, az nem számít elbirtoklásnak. Azt mondja, Talmud Tájma Májdám Rinnan Dílnak, de ha már Hásta Ihu Löjtain Annan Litain. Szóval nem, ezt nem lehet összehasonlítani ezt a két dolgot. Miért? De az elbirtoklásnál mi az elbirtoklás lényege? Az, hogy nincsenek dokumentumaink, nem tudjuk, hogy kinek van igaza. Az elbirtokló félnek pedig van egy narratívája, van egy története. És erre azt gondoljuk, hogy hát 3 éve már nála van. És a másik fél nem tiltakozott. Nem szólította föl, hogy hagyja el a földet. Neki pedig van egy narratívája, akkor lehet, hogy az ő narratívája igaz, hiszen 3 éve már ott van. De ha nincsen narratívája, akkor nem építünk mi helyette föl egy narratívát. Másképp talában a virrel nem álltam, de ha, és én lejtve fannak, lejtve áll, mert ha, dindesül majd másfél múlt, befannak be innen, ha nem, befannak be innen. Azt mondtam, hogy na jó, akkor van egy másik kérdésünk is, hogyha összehasonlítjuk ezt a két dolgot, a öklelős ökröt és az elbirtoklás státuszát, akkor ahogy az öklelős ökörnél, csak akkor válik öklelős ökörré az ökör, hogyha a tanúk, akik
tanúsítják, hogy az ökör öklelt, azok a, az ökör gazdája előtt teszik ezt, akkor ugyanígy, ha az a tiltakozás, felszólítás, amit a korábbi tulajdonos tesz az elbirtokló felé, csak akkor legyen érvényes, hogyha azt személyesen teszi meg felé. Mi pedig azt mondtuk, hogy az a tiltakozás is, az a felszólítás is, ami nem közvetlenül az ő nem személyesen történik, az is egy érvényes tiltakozás. Az is egy érvényes tiltakozás, mármint arra, abban a tekintetben, hogy akadályoztassa vagy a három év, egybefüggő három év meglétét. Azt mondja, Talmud haszom, hogy balak szív, ha-ha chábra iszlej, chábra de chábra iszlej. Szóval Talmud nem, a két dolgot így nem lehet összehasonlítani, miért? Mert a öklelősökörnél valóban van egy olyan szabály, hogy ahogy a Tóra fogalmaz, huad be bálov, hogy és öklelőssé válik gazdájával, gazdájánál, tehát ő gazda előtt kell, hogy öklelőssé váljon a tanúk, gazda előtt kell, hogy tanúsítsák, hogy az ökre öklelt. Viszont a tiltakozás, a felszólítás, amelyik megakadályozza az egybefüggő három év meglétét, ahhoz nem kell, hogy személyesen történjen, hiszen mindenkinek van barátja, és a barátjának is van barátja, és a hír eljut az egyik helyről a másikra. Oké. Még mindig itt tartunk, hogyha ezzel a hasonlattal élünk, és azt mondjuk, hogy az öklelős ökör történetéből tudjuk átvezetni, vagy azt a metaforaként használni, és azt mondani, hogy ahogy ott három öklelés után megváltozik a státusza, úgy három év után az ingatlannak is megváltozik a státusza, akkor a kérdés az az, hogy mi szükség van három évre, nem elég csak, ha mondjuk három termést eszik egymás után, ahogy Rabbi Meir is tanította, Rabbi Meir, de a Máléhelyek neki Hészab, Hájab, Kérdőnek Hészab, Lői Kalsaket. Rabbi Meir azt mondta, hogy ugye a Tóra ugye úgy fogalmaz, hogy ha öklelt az ökör tegnap és tegnap előtt, ennek szerint, ha három nap egymás után, egymástól eltartva időben történt a három öklelés, akkor az ökör öklelésnek számít. Pláne, hogy öklelésnek fog számítani, magyar miért, ha akár egy napon öklelt háromszor. Ugyanígy, ha valaki megevett három gyümölcsöt egy nap, háromféle gyümölcsöt, vagy három, nem is háromféle, de három különböző termésből egy nap, például fügéből, akkor ugyanúgy egy nap alatt is már a hazaka, az elbirtoklás státusza be kéne, hogy álljon. Dumnyörösöj mued, másöj mued, beidna, lészlej ha negiha, lészlej ha negiha, ha nem, vinne da hiszle hajpére, lészle hajpére, azt nem, mert magának a hasonlatnak a elmélyítéséből fogjuk látni, hogy ez nincs így. Miért? Mert ugye az öklelésnél lehet, hogy három öklelés történt egy nap. De amikor az első öklelés volt, akkor még nem volt a második, amikor a második, akkor nem volt a harmadik. Ugyanígy a gyümölcsnél az a három gyümölcs csak akkor lenne három különböző termés, ami miatt már beállna az elbirtoklás, hogyha amikor megettem az elsőt, még nem lenne meg a második. Megettem a második, nem lenne a harmadik. De három különböző termésnél, mondjuk a fügéből, a második füge meg volt akkor, amikor megettem az elsőt, és a harmadik meg volt, amikor megettem az elsőt, meg a másodikat, nem egy nap alatt nőtt ki. Azt mondja, Talmud Achat, Lassza, Périvit, Lassza, Jamik, Igen, Szlap, Lehavé, Hazaka. Azt mondja, a Talmud, na jó, de akkor van olyan termés, mint például a kapricserje, ami három nap alatt nő ki. Akkor mi van akkor, hogyha három gyümölcsöt eszik három nap alatt, akkor amikor megette az elsőt, még nem érett meg a második, amikor megette a másikot, még nem érett meg a harmadik. Azt mondja, Talmud haszon például, hogy iszéljünk, míg már húzak a gamőbe az ők. Azt mondja, Talmud, na jó, lehet, hogy nem volt még érett az első napon az a gyümölcs, amit majd másnap eszek meg, de a gyümölcs maga már megvolt, csak még nem volt érett. Azt mondja, Talmud, jó, akkor ahlat lassz, hogy például lasszi, amik egy gönnesz passza. Mit lasszinja, amik egy gönnesz passza.
Na jól, akkor mi van akkor, hogyha 30 nap alatt ettem három termés. Például a lucerna, ami 3 hónap alatt háromszor tud kinőni, és ott akkor tényleg nem volt meg a második termés, az elsőnél, és a harmadik termés a másodiknál. Tehát akkor itt 3 termést fogyasztok 1 hónap alatt, és létre kéne, hogy jöjjön akkor a elbirtoklás státusza. Éhidam, édek a diákra, achil, de a diákra, achla. Haszam, mismet, hukassam, mit, ve, achil. Azt mondja, a Talmud nem, mert ugye a lucernánál az úgy néz ki, hogy akkor lehet 3-szor 1 hónapban leszedni a termését, de kinő, levágjuk, és ugyanaz abból a gyökérből újra kinő, megint levágjuk, ugyanabból a gyökérből újra kinő, és megint levágjuk. Ez nem egy teljes szüret, hanem mindig csak a tetejét leszedjük. Ahlat lasszai, beidébét lasszai, járhék, igen, ez passz, leállik az akarsz, mert na jó, akkor mondjuk azt, hogy ha 3 hónap alatt fogyasztja el a 3 lucernát, akkor az már egy teljes elbirtoklás státusznak számítanak. Azt mondja a Talmud, Málhelyöché úsörre bismol. Szóval a Talmud tényleg jogos, hiszen kire hivatkoztunk? Az USA-ból jövőkre. Kik az USA-ból jövők? Rabbi Ismael, és Rabbi Ismael, Hachinami. Rabbi Ismael valóban azt tanította a mi misnánkban, hogy de nem, Rabbi Ismael, hogy miért már nem múlik, ez tényleg van, ez tényleg innen, amikor ez azt mondja, azt mondja, hogy ez kész, hogy erősre is Sani. Valóban azt mondta Rabbi Ismael a mi misnánkban is, hogy mikor igaz, hogy 3 évre van szükség, akkor, hogyha egy gabonaföldről van szó. De ha például egy gyümölcsösről van szó, ott abban a pillanatban, hogy beszedte, begyűjtötte a oliváját, a fügéjét, a szőlőjét, onnantól fogva az már olyannak számít, minthogyha elbirtokolta volna 3 évet. Vagyis Rabbi Shmuel szerint nem kell, hogy legyen 3 év, elég, hogyha 3-szor begyűjtötte, akár 1 évvel belül a gyümölcsöt, a termést, akkor az már hazokénak számít, az már az elbirtoklás státuszát megszerzi. Oké, ez volt akkor a Bishmuel véleménye, vagy a USA, az USA-ból jövők véleménye. Tehát, hogy akkor alapvetően a öklerős ökör metaforája a 3 év elbirtoklás. Ulele bandan máj. A bölcsek szerint viszont mi akkor a mi az elbirtoklás 3 évének a forrása? Amra vjöjszer, kraxi, szadda izbe keszefik, vagy a szajv, vagy a szajfer, vagy a szajm, és a navi önjegbe eszer, a mázer, a hálsz. Ezt mondta, a vjöjszer, Jeremiás történetéből tudjuk ezt a 3 évet. Jeremiás a 10. évben figyelmeztetett mindenkit, hogy a 11. évben majd újra a Babiloniába viszik a népet, és ezért azt mondta, vegyetek földet, de azt arra kössetek írásos szerződést, és írjátok alá. Miért? Mert nincs 3 évetek, hogy azt birtokoljátok, viszont később, hogy tudjátok bizonyítani, hogy ti vettetek földet, ezért legyen veletek szerződést. Amelia Bayer, Dilma, Hassam, Egyszerte, jövök-e más mondom, azt mondta, Bayer, ne, ez nem egy bizonyíték. Itt lehet, hogy csak egy jó tanácsot adott Jeremiás. Illai téma, Hachin, Badni, Batu, Vesei, Vondi, Tugágaisz, Gánaisz, Vahú, Ez, Pirja, Májka, Amár. Hiszen ha nem így lenne, akkor Jeremiásnak a folytatása, amelyik arról szól, hogy az, itt már azokhoz beszélt, akik már korábban a babiloniai fogságba estek, és azt mondja, nekik építsetek házakat és telepedjetek le, ültessetek kerteket, ligeteket és gyümölcsét vegyétek le. Ugye azt akarta itt mondani neki Jeremiás, hogy hosszabban lesztek, nem rövid távon lesztek számüzetésben Babiloniában, akkor mi? Ez is valami halaká lett volna? Nem más ez, mint elabejtszett a jövök a másban. Ez nem más, mint egy jó tanács nekik, de nem egy valami halachikus tanítás. A Hilami négyszerte jövök a másmódon, ugyanúgy itt is, amikor azt mondja nekik, hogy az ingatlan, amit vesztek, azt szerződéssel vegyétek, az egy csak egy jó tanács, nem valami halachikus dolog.
Téve vichzi, un szátem mikli chores, lemán nyámdi, amim rámi. Látjuk is különben a folytatásban, hogy azt mondja, ezeket a szerződéseket jól tegyétek el anyag edényekbe, hogy hosszan meg legyenek nektek, hogy amikor majd visszatértek a fogságba, akkor fel tudjátok mutatni. Ez sem egy halachikus tanítás, nem csak egy jó tanács. Mindenesetre innen nem lehet tehát kikövetkeztetni a elbirtoklás három évének a törvényét.